Bodnár Judit Lulával, a 24.hu újságírójával ülök most itt a stúdióban, hiszen te is a nemzetközi zsűri tagja vagy, még pedig a Megbocsátás Birodalma szekcióban. Szia, Lola! Szervusz! Abban az értelemben szerintem nem volt könnyű helyzetedben, mondjuk hozzászoktál valószínűleg a nehéz helyzetekhez, hogy azért a Megbocsátás Birodalmában szereplő történetek, azok azért nagyon megrázóak. Nagyon emberi történetek, de nagyon felkavarják a lelket. Hogy vagy? Én nagyon jól, én határozottan amúgy is élvezem, úgy szoktam mondani, hogy átküldeni a szívemet egy húsdarálón. A párom egy ponton tegnap, mikor mert nem tudom, a harmadik filmet néztem meg egymás után a szekcióban, akkor így hirtelen felpattant és kivonult a szobába, hogy hát ő ezt nem bírja tovább, ő kevésbé. Én nagyon, nagyon jól viselem ezeket, meg kimondottan szeretem is. Inkább az a, nem is nehéz, hanem a kihívás ebben, hogy valahogy az ennyire különböző sztoriknak, meg az ennyire különböző hangvételnek valahogy megtaláljam azokat a pontjait, amelyek mentén mégis össze lehet őket hasonlítani. Mert hát ugye ez lesz majd a zsűriben a feladat, hogy jó, most akkor hogy hasonlítsak össze egy sportfilmet, mondjuk azzal a filmmel, amiről itt az előző beszélgetésben szó volt. Ezen majd még gondolkodom. Még gondolkozol? Tehát, hogy nem úgy kezdted megnézni a filmeket, hogy úgy egy koncepció mentén próbáltad nézni őket? Tehát először beengeded az összes filmet, és akkor utána próbálod majd így kitalálni a stratégiát? Igen, ez utóbbi. Sőt, konkrétan szándékosan nem olvastam el még annyit sem a filmekről, amennyit ugye a honlapon elérhető. Pont azért, hogy majd jön, majd hat. Nem mondom, hogy nincs már meg a valószínű személyes kedvencem, amiért majd kardoskodok a zsűriben. Még van egy kis időnk, egy pár nap múlva lesz a döntéshozatal. De nem volt ilyen, hogy most nem tudom, van egy checklist, amin végigmegyek, hogy most mi mentén fogok dönteni. Mindig az egy biztos, hogy ezt számításba veszem, hogy ez a bizonyos érzelmi hatás, az megtörténik-e velem. Ez egyébként nem csak doksinál, hogyha lehet bármilyen fergeteges, zseniális egy film, hogyha engem érzelmileg nem érint meg kellőképpen, akkor az nálam 10 pontos nem lesz egyszerűen. Mondjuk az a helyzet, hogy ezeket a filmeket megnézvén meglepődnék, hogyha ezek közül lenne egy olyan, amit téged érzelmileg nem érint meg, mert ezért ezek tényleg megrázóak. Azon gondolkoztam különben, hogy ugye az igazság művészete az alcíme most a fesztiválnak. És az újságíróként hát az ember szívét meg melengedteti az a kifejezés, hogy az igazság művészete, és hát ugye mire törekedne egy újságíró, mire törekedne egy dokumentumfilmes. Ezekben a filmekben, ezekben a dokumentumfilmben látod az igazság megmutatásának művészetét? Abszolút, és főleg amiatt, mert ez nekem a doksiknál mindig egy ilyen külön varázslat, egyébként is egy varázslat egy film, de egy dokumentumfilm, ami ugye tényleg a valóságot próbálja megmutatni, és mégis valahogyan ugye úgy formálni, hogy annak legyen egy története, valahonnan valahova eljusson. Tehát, hogy valahogy ezt mégis létrehozni egy annyira véletlenszerű közegben, ami egy bármilyen valós történet, mert most ki tudja, hogy hova fog ez jutni. És ez abszolút művészet szerintem már magában a műfajban. Ezekben a filmekben meg azért különösen, mert tényleg nehéz történetek, összetettek. Egyikre sem tudom azt mondani, hogy nagyon könnyű lenne mondjuk állást foglalni, hogy kinek lehet igaza, vagy ki az, akinek én drukkolok, mert hogy mindenkinek van igazsága, és ez mondjuk szépen rímel erre a gondolatra, hogy akkor mutassuk meg mindenkiét valahogyan. Tehát... Ez mindig kérdés egyébként, hogy egy dokumentumfilm kapcsán hol van az a pont, ahol mondjuk akár a filmrendezője egy kicsit terelgetni akarja a nézőt abba az irányba, hogy ő miben
gondolkozzol, hogy mi az eredeti igazság, vagy kinek van az igazsága, de azért az is érdekes dolog, hogy ugye a szekciónak az az elnevezés, hogy a megbocsátás birodalma, hogyha ezeket a filmeket egyenként megnézzük, akkor van, ahol valakinek saját magának kell megbocsátani, valakinek a környezetének kell megbocsátani, egy szerettének kell megbocsátani, tehát sokféle megbocsátás van. Engem foglalkoztat, hogy téged foglalkoztatott a gondolat a filmek nézése közben, hogy mondjuk például te hiszel-e a megbocsátás erejében? Vagy képesek vagyunk-e adott esetben megbocsátani másoknak, magunknak? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz rá válaszolni. És ott gondolkodtam ezen nagyon sokat, amikor a Szemtől Szemben című filmet néztem, aminek ugye ez a koncepciója, hogy gyilkosságot elkövetett fogvatartottak, és az áldozataiknak a családtagjai találkoznak. Na, ez egy elég éles helyzet. És ott nagyon sok esetben, tehát eleve sok szó esik erről, hogy megbocsátás, lehet-e kérni, lehet-e kapni, el lehet-e várni. És ott nagyon sokan megfogalmazták azt, amit én is éreztem, hogy lehet, hogy vannak azok a helyzetek, ahol nem biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy jó lehet szembenézni egy ilyen helyzetben azzal, aki tényleg vétett ellened, és a megbocsátásodat kéri, de az, hogy ő kéri, az nem automatikusan jelenti azt, hogy te meg is tudod neki adni, és ott egyébként tényleg több embernél elhangzik, hogy köszönöm, nagyon fontos nekem, nem vagyok képes megbocsátani, mert van, amit nem lehet, ezzel együtt segített nekem előrelépni mondjuk a gyászban, itt most a szereplők szemszögéből, de egyébként ezt abszolút magamra is tudtam vonatkoztatni, hogy nem biztos, hogy feltétlenül tud sikerülni, de előrelépni segíthet egy lelki folyamatban az, hogyha valaki elismeri, hogy hibázott, vagy vétett ellened, és bocsánatot kér. Szóval amúgy hiszek a megbocsátásban, de nem gondolom azt, hogy ez minden esetben megoldható, vagy lehetséges. Ugye te hivatalban is nagyon-nagyon sok filmet kell, hogy megnézz, hiszen a 24.hu-n rengeteg filmkritikát írsz, rengeteg produkcióról tudósítasz, nyilván nem csak a filmek területén, és ebből adódóan nagyon sok dokumentumfilmet is kell, hogy láss. Ebből a szempontból az idei év felhozatalát milyennek találod? A fesztiválon? Aha. Hát érezhető az a csodálatos dokureneszánsz, amiben vagyunk. Bár itt azért majd még beszélgetek a szervezőkkel, hogy ők hogy érezték, mert nyilván ez könnyebbség, hogy sok doksi készül, lett ennek egy olyan típusú ázsiója, ami nem csak, hát ez egy erősen idézőjeles csak, művészi és szakmai szempontból fontos ez, hanem kőkemény üzleti ereje lett a doksiknak, körül lehet nézni a streaming platformokon, hogy micsoda sikere van egy-egy erősebb, jól sikerült doksinak. Abszolút lett ennek piaca, szuper. Bár érdekes, bocsánat, és szabadna felett, hogy Sósági a fesztivál filmigazgatója mondta, hogy igen, vannak a platformokon dokumentumfilm tartalmak, amik ahhoz képest, hogy mennyi készül, ahhoz képest viszonylag kis arányban vannak. Külföldön pénzparipát, fegyvert kapnak a dokumentumfilmesek ahhoz, hogy elkészítsék a filmeket, és látszik is az a színvonal, ami azért ebből adódik. Magyarországon viszont azért nem igazán ez a helyzet. Tehát itt azért néhány szegmens hiányzik ahhoz, hogy... Hát ez abszolút így van, tehát sajnos még nem látjuk, hogy milliárdokkal kibélelve tudnának fenséges, és nem tudom, 10 éven át készülő doksikat itt sorra gyártani a magyar alkotók, pedig valószínűleg ötlet lenne. Meg ugye időről időre, szóval azért minden évben felbukkan 1, 2, 3 olyan magyar doksi, hogy aztán évekig beszélünk róla. Hát tényleg, ha most az utóbbi évekre visszanézünk, az éves toplistákat vezették doksi filmek, játékfilmekkel versenyeztetve is akár. Szóval, hogy alkotnak itt a kollégák, és nagyon szép dolgok történnek, de biztos, hogy nehezebb dolguk van, és nem csak a szegmensek miatt, hanem szerintem itt van egy kulturális
és közéleti korlátja ennek, hogy ennél mélyebben nem menjek bele, de hogy ez az igazság művészete, ez nem tudom, hogy nem. Belemehetsz nyugodtan mélyebben, tehát. Mennyire van piaca az igazságnak, hogy úgy mondjam Magyarországon. Egyébként ez tényleg kérdés abban a szempontból, hogy az emberek mennyire kíváncsiak arra, hogy mi történik körülöttük, mert nagyon sokszor azt érzed, hogy tulajdonképpen inkább mindenki behunja a szemét, becsukja a száját, meg a fülét, abból baj nem származik, és hogyha ha valami kiderül, annak meg nincsen tulajdonképpen, akárhogy is nézzük, semmilyen következménye. Ez így van, és egyébként eleve nagyon erősen benne van a magyarokban az eszképizmusra az igény. Nyilván mindenütt, tehát mindenhol jobban mennek a szórakoztató tartalmak, de még amikor voltak ilyenek, nem tudom, emlékszel erre, hogy mozi. Rémlik volt, igen, rémlik valami, igen. Tehát azért a magyar mozikban eléggé jól körülhatárolhat, hogy milyen filmeket szeretnek tömegesen nézni az emberek. Nyilván hoznak mindenfélét a forgalmazók, de hogy azért jobban fog menni egy ilyen nem annyira túl szofisztikált akciófilmes alkotás, mint egy megrázó emberi dráma. Ez teljesen egyértelmű, ez mindenütt így van, de Magyarországon ez nagyon, nagyon kirajzolódik. Tehát pontosan lehet tudni, hogy úristen, mi fogjuk a fejünket kritikusként, hogy jöjj, hát ez szörnyű lesz, de imádni fogják, mert hát nehéz, gondolom, tehát nehéz az élet, és jó abból ilyen szempontból kiszakadni, és egyébként ez abszolút közrejátszhat abban, hogy mennyire alakult ki a dokumentumfilmekre itthon tömegigény, hát nem alakult ki tömegigény, tehát azért ez még mindig egy réteg műfaj, és nagyon nehezen tud, nem tudom, kultikussá válni, tehát néha tényleg vannak ilyen kimagasló alkotások, de hogy ami mondjuk Amerikában megtörtént, hogy hirtelen elkezdték az emberek jobban nézni azt, aminek köze van a valósághoz. A true crime-nak olyan reneszánsza van, hogy elképesztő, egyáltalán ugye a doksiknak is. Magyarországon itt most még nem tartunk annyira vidám. Nem tudom, hogy mikor fogunk oda eljutni. Nagyon érdekes, mert a honlapon lehet látni egy beszélgetést, Sósági beszélgetett Nagy Ervinnel a Csapda a neten című film kapcsán, és Nagy Ervin fogalmazott úgy, hogy azért egy dokumentumfilm az téged oda csap a székhez, és azon gondolkozni kell. Szóval az nem úgy van, hogy megnéztem egy fikciót, és akkor utána nem tudom, menjünk sörözni, oda se tudunk most menni, de ha mondjuk tudnánk, hanem azon gondolkozni kell. Azt egyrészt be kell fogadni, utána föl kell dolgozni, és annak egy utóélete lesz benned. És valószínűleg ez egy nehézség nagyon sok embernek, nem akarja ezt az utóéletet, mert az macerás. Igen, ez biztos, hogy így van, meg szerintem egy kicsit az alkotóknak is fontos lenne meglátni azt, hogy nem biztos, hogy csak arról lehet doksit csinálni, ami tényleg átküldi a szívedet a húsdarálón. Tehát, hogy a dokumentumfilmeknek én szerintem az a csodálatos lényege, hogy mutat egy olyan szeletet a világból, amit mondjuk addig te nem láttál, és teljesen leesik tőle az állad. És ez nem feltétlenül muszáj, hogy valami iszonyúan megrendítő dolog legyen. Én szeretem ezt, és mindig lesz valahány ember, aki ezt így szívesen fogyasztja, de megint csak a streamingre tudok visszautalni, a tavalyi tavasz legnépszerűbb tartalma egy óriási szinten humoros, teljesen képtelen történet volt a Tiger King című dokumentum sorozat, ami egy teljesen egy színes, őrült, iszonyú vicces karakterről mesélt, és hogyha tömegessé akarjuk tenni Magyarországon a dokumentumfilm fogyasztást, akkor lehet, hogy nem lenne gond, ez az én javaslatom. Hát lehet, hogy ezt valaki meghallja most egyébként. A dokumentumfilmeseknek, hogy szóval őrületes karakterek vannak, akikről lehetne, meg vannak olyan történetek, amik egy kicsit fogyaszthatóbbak, tehát nem vagyok annak híve, hogy minden szempontból legyen felhasználóbarát egy filmes, meg szolgálja ki feltétlenül a nézőt, de hogyha ez cél, hogy egy kicsit edukáljuk mondjuk a magyarokat arra, hogy több doksit nézzenek, akkor nem baj, ha egy picit oldjuk azt, hogy mindenféleképpen a székhez csapjon egy doksi, mert nem kell mindegyik székhez csapjon, hogy nem így. Most ebből a szempontból azért ugye
a te szekciód, ez a bizonyos megbocsátás pirodalma, ez most tényleg mindegyik a székhez csapó. És tudom, hogy az elején úgy fogalmaztál, hogy már úgy néz ki, hogy van egy favorit, ami mellett kardoskodni fogsz a zsűriben. Tehát nem azt kérem, hogy most rögtön mondd meg ennek a filmnek a címét, de azért azt tényleg foglalkoztat, hogy a szekcióhoz tartozó filmek közül volt-e olyan, ami egy új szemléletet adott neked, vagy valami olyasmit kaptál, amire nem számítottál? Uh-huh. Hát bizonyos értelemben mindegyik adott, vagy legalábbis meglepett abból a szempontból, és megint a páromra tudok visszautalni, hogy mikor mondta ezt tegnap, hogy de hát ezt nem lehet bírni, hogy itt egymás után nézed ezeket a nehéz történeteket, és mivel ő nem figyel, ezért ő nem tudja, ezért mondtam neki azt, hogy de figyelj, ezek nagyon felemelőek ám. Tehát, hogy nagyon nehéz, tényleg fájdalmas történetek, megdöbbentő és mindenféle sötét nehéz érzése jár, de azért azt szerintem érzi egy alkotó, hogy nem árt, hogyha mégiscsak az érzelmi hullámvasút egy ilyen felfelé vezető ágánál fejez be egy történetet, és én ezt igazából meg tudtam találni mindegyik filmben, és ezt nagyon fontosnak is tartom. Mert hogyha az öncélű nyomorúság ábrázolásra fókuszálunk, akkor abból így nehéz kiutat találni, vagy úgy nem tudom, hogy mennyire visz előre. És itt ez egyébként abszolút megvalósult. Van például ez a nagyon érdekes film a szekcióban, a Festművész és a Tolvaj című. Ami egyébként Oscar esélyes is lehet, tehát hogy... Igen, és az például egyébként amellett, hogy szerintem fenségesen néz ki, nekem annyira tetszett, tehát hogy nagyon szeretem azt, amikor a doksi nem úgy néz ki, mint a doksi, csúnyán fogalmazni, nagyon fognak utálni, de hogy tényleg, tehát hogy bőven van több, mint a beszélő fejek, meg hogy ilyen szemcsés felvételeken nagyon rossz minőségben ott így mondjuk az archívon, a nem tudom micsoda, és hogy ez nagyon-nagyon klasszul néz ki, szépen ki van találva, van egy vizuális világa az egésznek, és úgy közben meg az a meglepő koncepció, ami valahol az emberekből, a szereplőkből, a történetből adódott, hogy ha valami a megbocsátás birodalma, na ez a film, ez az. Mert csak gyorsan a sztorit, mert hát vannak, akik igen, nem látták, tehát ugye arról szól, hogy egy művésznek ellopják két festményét, és aztán meg lesz az elkövető. És az elkövetővel lesz a szembesítés, egy nagy találkozás, és utána egy portré készül, mert a festő meg akarja festeni ezt a tolvajt, akivel aztán egy nagyon sajátos viszony alakul ki, és ezt követhetjük igazából nyomon. Hát konkrétan az alapján, amit látunk, ők ilyen legjobb barátok lesznek, ami teljes űrület. Egymás legsötétebb óráiban támogatva a másikat. Miközben tényleg mindkettejükkel azért történik az élet. Szóval ez például egy abszolút, nem azt mondom, hogy új, de mégiscsak újszerű gondolat, hogy nem tudom, valahogy így megláthatod az embert abban is, aki ártott neked, mert hogy vannak neki is körülményei, vannak okai annak, amit tett, és hogyha ezeket megérted, nyilván nem azt mondom, hogy ne kell ilyen felelősséget vállalni, de mégiscsak ennek a festőművésznek úgymond ártott ez a férfi, egyébként amúgy nem, hisz az a kép az már ott volt, érzelmileg kötődött hozzá, de hogy szóval nem dőlt össze a világ, mondom ezt úgy, hogy én képzőre jártam, tehát mindenkit megértek, aki hallgat. De hogy a nő tudta azt látni, hogy itt van is, mond is egy ilyen mondatot, hogy amikor ott meglátta a bíróságon, nem azt látta, hogy ő egy tolvaj, egy bűnöző, egy rossz fiú, pedig egyébként úgy is néz ki ilyen. Igen, zordon arca van, ki van, tehát tovább nem tudom. És nem ezt látta meg, hanem egy mesztelen lelket így fogalmazott. De ugye az embert látta meg benne, akinek valószínűleg egy sor nehézsége van, főleg ugye fickó azzal érve, hogy konkrétan nem emlékszik, hogy mi történt a festményen, az ember az olyan szinten volt kemény kábítószerfüggő, hogy ezt azt se tudta, hogy merre van előre szegény. És hogy ez a nő ezt tudott valahogy innen közelíteni egy emberhez,
Ez nekem csodálatos volt. De nem kapsz ilyenkor kedvet, hogy nekiállj és beállj a csapatba és csinálj egy dokumentumfilmet? Tehát egy kicsit kibővíteni a repertoárt? Ó, hát ez a következő bakancslistás életcélom, hogy a filmszakmába belekóstolják, mert az, hogy csak magyarázok róla, ez kicsit olyan, mint a nem tudja, tanítja, de hát hogy egyébként semmilyen szinten nem értek ehhez, tehát ugye azért ez nem baj, hogyha van az embernek valami végzettsége, vagy nem tudom. Szóval egy én örömmel lennék a csapó felvétel lesz kiabáló ember bármikor, de ez még egy távlati cél. Mi volt még olyan film, amire azt mondod, hogy feltétlen, mert ugye nyilván ez nem várható el, bár reméljük, hogy lesznek olyanok, akik az összes filmet megnézik, de hogyha neked még a szekcióból ki kellene valamit emelni, amit azt mondod, hogy egy szélesebb közönségnek jó lenne, ha látnák, mert hogy az esetleg beindítja úgy a gondolkodásmódot, hogy attól már rögtön azt érezzük, hogy jobb világban élünk, akkor melyik lenne ez? Húha! Hát ez a festőst, ezt mindenképpen ajánlanám. Talán a magyar filmet mondanám. Ez a Mesék az Erkeben, amiről az előző beszélgetésben is szó volt. Igen, amiről most beszélgettek, igen, a nem is feltétlenül azért, mert ebben a filmben kevésbé láttam meg egyébként pont azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy mi a kiút, viszont szerintem ez az egyik olyan film, ami a legerősebben építeni tudja az emberi empátiát, amire nagy-nagy szükségünk lenne, azt gondolom. És egyébként én abszolút látok, gyorsan be is rántok még egy filmet, a boxos filmnek mi a címe? Hú, azt nem tudom, az két boxoló, mert mindjárt eszembe, a szemtől szem, vagy nem, várjál, valami... akkor nem. Együtt a ringben, vagy... Együtt a ringben, igen, mert ugye arról szól, hogy két boxoló találkozik egymással, akik ugyanonnan indultak, aztán kicsi más világba jutottak, mondjuk az egyik a börtön világába. Így van, és pont azért is kapcsolnám össze a Mesék az Erkábannal, mert hogy ez is egy ilyen, tehát egy olyan film, ami megmutatja azt, hogy akár hasonló kiinduló pontról is mennyire máshova lehet eljutni, hogyha a körülmények, a társadalom megnehezíti egy kicsikét a dolgodat. És egyébként ezt a boxolós filmet nézve pont az jutott eszembe, hogy ugyanígy készülhetne el Magyarországon a 8. kerületben. Pontosan ugyanez a film egyébként, esküszöm. Úgyhogy én ezekben nagyon erősen látom azt, hogy ezekhez a sztorikhoz nekünk közünk lehet. A magyar film ez egyértelmű, mert ugye ott a szereplők, meg az egész millió, tehát nagyon... Nekem nagyon ismerős, mert én vidéki vagyok, és egyébként is láttam már hasonló történeteket belülről, de ha valaki meg nagyon nem látott még rendszeresen beszélőre járó kisgyerekeket, akkor azt gondolom, hogy nem baj, hogyha megtapasztalja azt legalább egy filmen keresztül, hogy ez egy realitás, ez ugye börtön, ez nem egy ilyen misztikus, távoli dolog, és oda csak ilyen furcsa ördögfiókák kerülnek be, nem, ez nem így működik. Egyébként azért érdekes, amit mondtál előbb, mert azt mondod, hogy börtönbe kerülhet az ugyanabból a közegből, akinek a társadalom megnehezíti a körülményét, de ennek a panadja az, hogy és elkerülheti, hogy zsákutcába és rossz társaságba keveredjen, akinek a társadalom meg segít a helyzetén. És ebből a szempontból van ez az életút, de van a másik film, ami szintén a szekcióban a Nocturne, ami ugye egy koreai alkotás, ahol egy autista zenész és a testvérének, az anyukájának a sajátos kapcsolata van, ahol szintén arról van szó, hogy a társadalomnak is segíteni kell azt, hogy elfogadjuk azt, hogy vannak, akik máshogy élnek, nehézségekkel küzdenek, mert különben mindenki csak veszít ezeken a történeteken. Ez így van, és az a fontos ebben, meg az a szerintem az ilyen kiemelendő tényező, hogy ezek sokszor nagyon pici dolgok, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy forgassuk ki az egetés a földet a sarkából ahhoz, hogy nem tudom, egy ember életén segítsünk, mert hogy ez tényleg nagyon sokszor nagyon picike dolog, akár egy ember, lehet, hogy egy családtag, mint ahogy nem tudom, egy
komoly sport teljesítmény, vagy egyáltalán a lehetőség arra, hogy mondjuk komolyan sportoljon egy fiatal, az igenis távol tarthat az utcától, meg a bűnözéstől gyerekeket. És ugye ezeket a lehetőségeket sokszor ám nem kerül vagyonokba megteremteni. Csak valahogy az információ áramlást kell egy picit megkönnyíteni, meg egyáltalán valahogy elérhetővé tenni ezeket a lehetőségeket azoknak, akik, tehát úgy, hogy teljesen máshol egy ilyen szociális projekttel kapcsolatban fogalmazott úgy egy riportalanyom, ők hátrányos helyzetű fiataloknak ilyen drámapedagógiával segítenek, hogy ez sokba kerül, de még mindig kevesebbe kerül, mint hogyha ebből a gyerekből bűnöző lesz, és aztán egyrészt kárt okoz azzal, hogy nem tudom, rabol, csal, hazudik, és kárt okoz azzal, hogy aztán őt a büntetés végrehajtásba kell elhelyezni, tehát hogy a legdrágább, nem tudom, ilyen mentőprogram is kevesebbe kerül, mint az, hogyha egy élet az elindul a lejtőn lefelé. És hogyha valaki nem akar empátiából, meg nem tudom, szociális szemléletből ránézni erre, és azt mondani, hogy jaj, együttérzésből, nem tudom, segítsünk ezeken az embereken, akkor annak kőkemény racionális érvek vannak. Tehát ugye ez forintosítható. Úgyhogy fontos lenne, hogyha ez a szemlélet így át tudna csordogálni szerintem. Hát akkor bízunk benne, hogy most sokan fogják megnézni ezeket a filmeket, és lesz, akiknek a lelkére, másnak meg az eszére hatnak ezek a filmek, és akkor lesz valami változás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad a gondolataidat. Köszönöm a beszélgetést. És önöknek meg szeretném jelezni, hogy az online térben most ért véget az Önkép című dokumentumfilm, amelyről majd nem sokára beszélgetni fogunk itt a stúdióban, és szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy 19 órakor kezdődik a Gorbacsov Mennyország című portréfilm, ami egyfelől nagyon izgalmas, hiszen Gorbacsov házába kalauzolnak minket az alkotók, másfelől meg nagyon aktuális, mert hogy tegnap volt 90 éves Gorbacsov, úgyhogy ez egy egészen érdekes aktualitást ad ennek a filmnek, úgyhogy majd jó lenne, hogyha megnézzék, annál is inkább, hiszen erről a filmről is lesz a mai napon beszélgetés. Most pedig csak nézem itt a jegyzeteimet, hogy ahogy ezt megszokhatták, ma egész nap mutattunk az alkotókkal, a rendezőkkel beszélgetéseket, hát most ez következik, az Önkép című film rendezőjével láthatnak egy beszélgetést, és utána pedig Barát Katalinnal, akivel már találkozhattak a nap folyamán, fogunk arról beszélni, hogy egyáltalán az anorexia, amiről ebben a filmben szó volt, az azon túl, hogy nagyon súlyos pszichiátriai betegség, hogyan lehet kezelni, milyen az élet anorexiával, milyen a családok élete, és hát a film kapcsán még nagyon sok téma fog szóba kerülni, úgyhogy akkor várjuk majd önöket ide a stúdióba mindenképpen.